Sziasztok! Gergővel azért jöttünk össze, Hello. mert a múlt héten sajnos történt egy technikai malőr, és egy a Remeték Titkos Társaságának online találkozójának narratív beszélgetése sajnos a kukába ment. A beszélgetést csak maximum 25-en, akik részt vettek a Discord csatornán, láthatták, és felvétel nem készült róla. De ezt most megismételjük. Szóval, szia Gergő! Szia, Laci, örülök, hogy itt vagyok. Megköszönöm, hogy meghívtál. Először is definiáljuk, hogy mi az a narratív szerepjáték. Erre már több próbálkozás is született, de valahogy kiderült, hogy a narratív szerepjáték mindenkinek más jelent. Ezért ebben a videóban nem is fogunk tudni szerintem rendes definícióval szolgálni. Szerintem elmondjuk mind a ketten, hogy éppen kinek mit jelent. Gergő, neked mit jelent az, hogy narratív szerepjáték? Hogy narratív szerepjáték egyfajta közös regényírás ugrik be először. A mesélő, aki megteremti a világot, aki körülírja a helyszíneket, tájleírást ad, a cselekményeket segíti, és a játékosok, akik a saját maguk történetét, a saját maguk cselekedeteit összetetten megfogalmazzák, és ezt az egészet egy olyan köntösbe bújtatják, amit a legtöbb rendszerrel ellentétben a narratív játékok kocka nélküli, vagy nagyon minimális kocka használattal megtámogatnak. Nekem igazándiból ezt jelenti a narratív szerepjáték. Neked, Laci? Igen, hát én két részre bontanám. Egyrészt van a narratív történetvezetés, amire sokan azt mondják, hogy hogy bármilyen szerepjáték lehet narratív. Ez ebből a félreértelmezésből ered, hogy van ez a fajta narratív történetvezetés, amikor a játékosnak sokkal nagyobb hatást, sokkal nagyobb beleszólást engedünk a történetbe. Tehát ez kifejezetten a játéktechnikát nem érintő történeti vonalat jelenti, ami valóban igaz, hogyha amíg nem kell kockát dobálni, és úgy mesélünk, hogy a játékosnak rengeteg dologba van beleszólása, teszem azt mondja a játékmester, hogy odamész a csaposhoz, és felteszi a kérdést, és nem ő mondja meg, hogy hogy néz ki a csapos és mi a neve, hanem légy szíves, odafordul a játékosokhoz, hogy hogyan nézzen ki ez a kocsma, hogyan nézzen ki a kocsmáros, mi legyen a neve. Ezt így szépen megszabhatjátok, és akkor beindulhat vele egy interakció. Tehát a játékosok szabják meg egyrészt a közvetlen környezetüket, másrészt, hogyha van egy jól meghatározott történeti keret, mint például a Kések az éjben szerepjátékban, ahol egyetlen városban játszódik az egész, és nagyon fixen meg vannak határozva, hogy milyen frakciók, bandák és személyek esnek egymáshoz, akkor ilyen nagyobb lélegzetvételű dolgokat is a játékosokra lehet bízni. Teszem azt, fel lehet, a játékmester felteheti a kérdést, hogy ezzel a cselekedetekkel melyik bandát szeretnétek magatokra haragítani? És akkor nem a játékmester szabja meg, hogy most a játékosok ezt tették, és azért a tetteik következményezés ez, hanem legyetek szívesek meghatározni, hogy milyen következményt szeretnétek ezért elviselni. Tehát így léptékekben lehet növelni. Tehát ez a történeti narrativitás, amire valóban azt mondhatjuk, hogy nagyjából játék független, bár az említett Kések az éjben szerepjáték erre nagyon jó kereteket is ad. A másik a
amikor már kockákat is dobálunk, és maga a játék mechanika narratív, és szigorúbb tekintetben én ezeket tekintem narratív szerepjátékoknak, amikor a kockák dobásának eredményeit utólag, vagy akár előre is narrálják a játékosok, a játékmesterrel közösen egyenrangúan, de sosem a játékmesternek alárendelve. Teszem azt, itt van a másik példa, a vörösködök, ami, ami azt mondja, hogy a játékosok és a játékmester közösen, de egyébként ezt lehet akár ilyen autoriter módban is vezetni, tehát akár még a játékmester önmagában is, de az a lényeg, hogy dobás előtt valakinek meg kell határoznia, hogy a dobás milyen következményekkel járhat. Tehát a vörösködőkben van 6-féle sikerszint, a 6-féle sikerszintet a dobás előtt meghatározzuk, így a játékos még a dobás előtt tisztába kerül azzal, hogy mit kockáztat. És ő alkudozik a játékmesterrel még dobás előtt, hogy de én ezt és ezt szeretném, és ennek megfelelően alakítják a dobandó kockák számát, hogy mennyire valószínű, mekkora esélye lehet a játékosnak. Igen, igazándiból ez a kettő is relatív, így szétbontva még jobban fedi talán számomra is a valóságot. Azt azért mondjuk hozzátenném, hogy azt gondolom, hogy egy abszolút moduláris rendszer, tehát egy olyan rendszer, ami tényleg szimuláció alapú, hogy minden skillnek, tulajdonságértéknek az összegével dobunk, és aládobunk, és köré dobunk. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal nehezebben megvalósítható feladat, révén, hogy a rendszert nagyon-nagyon jól kell hozzáismerned, hogy egyfajta narratív, vagy narratívista stílus tudjál belőle kiépíteni, mint mondjuk, ha eleve elővennél egy olyan rendszert, amit tényleg erre gyártottak, mint mondjuk például a kokáért az egyik nagy kedvencemet, a Paleo Mythicet, ami szerintem kimondottan pontosan arra van tervezve, hogy közösen a mesélővel egyfajta közös novellaírásba kezdjetek, egy közös történetírásba kezdjetek, és csupán a kockának a definícióját kelljen közösen kidolgoznotok, mert alapvetően mindenki a történetben a saját részéért felelős, és ahogy te mondtad, és igazándiból szerintem ez a veleje az egésznek, egyenrangúan. Én erre előkészítettem egy összehasonlító példát. Nézzük meg a monitoron, mennyire látszunk. Ezt egy kicsit így állítom, és így. Tehát egyelőre egy feladvány a videó megtekintőinek, hogy még mielőtt jobban elmélyednénk ebben, itt meg lehet állítani a videót, el lehet olvasni ezt a szöveget, és azt kellene eldönteni, hogy ez egy szimulációs vagy narratív szerepjátéknak a cselekményét írja le. Hogyha ezt itt megállapítottátok magatokban, a videó megtekintése végén majd bekommentálhatjátok, hogy mire jutottatok, meg az egyéb észrevételekkel együtt, és menjünk a megfejtéshez. Itt van előttünk kis kiemelésekkel, ez a szöveg, illetve ez a jelenet simán lehet egy RuneQuest kaland. Igen, így látszik is. Tehát ez egy RuneQuest jelenet. Méghozzá a Glorantán a RuneQuest szerepjátékrendszer egyik jelenete, ami tartalmaz azt, hogy ez egy szimulációs módon kezdeményeznek az emberek, ilyenkor dobnak, más rendszerekben dobnak kockával, RuneQuestben fix számok vannak, de ezt egyszerre karakteralkotás folyamán, meg a fegyverek felvételekor kiszámoljuk, és az fix.
erre a játékosnak nincs más ráhatása, aztán mozognak fix mozgáspontokból, a mozgáspontok szintén végesek, ezt kell beosztani, aztán támad az ellenség, ilyenkor a játékmester dob egy kockával, ami vagy ilyen lesz, vagy olyan, hárításra megint dobunk, a játékos dob egy kockával a képzettségére, aminek lesz egy eredménye, itt szintén nincs játékosi ráhatás, tehát maximum hárítás helyett kitérést nyomhatott volna, akkor egy másik képzettségére dob. Mechanikailag ugyanaz. Aztán kijön az, hogy az ellenség egy kritikus találatot kihoz, akkor dob egy találati helyet, hopp, 20-as dobott, és arra kijött az, hogy fej. Sebzésre dob az ellenséges brú, ami egy nagyon, nagyon durva lény egyébként, és erre is kijön egy jó kis találat. A találati értékből levonjuk a páncélt, ilyenkor a fejnél sisakot le lehet vonni. Utána levonjuk az épét, ami egy kritikus találatnál háromszoros sebzésszorzóval a fejen lévő kevés HP-ra az egy nagyon durva értéket adott ki, aminek az eredménye az, hogy egy ütésből sikerült szegény hősünket azonnal megölni. Itt van tehát mozgás, támadás, védekezés, döfés, ölés. Eközben minden, amit tehát a játékosnak eközben milyen mozgástere volt, semmi, a kockák és a játékszabályok eldöntötték, hogy mi történik, tehát semmit igálni, és nem is mondhatja azt, hogy a karaktere azért halt meg, mert valami más oka volt, hanem konkrétan a kockák kihozták, hogy hogy a brú az fejen szúrta őt a láncsájával. Hát igen, azért itt elég élesen kijön az, hogy magában a szimulációs rendszerekben azért minden lépés szabálykönyv szerint le van korlátozva, annyi mozgástered van, hogy tudod, hogy mennyi akciópontod van, vagy mennyi cselekvéspontod van, és maximum össze tudsz rakni egy cselekvés láncot, de az is nagyon limitált, az is nagyon-nagyon, hogy mondjam, szűk keretek közé van rakva. És akkor itt ugye ki fog jönni majd, Laci mindjárt mutatja, hogy is néz ki ez egy narratív játékban. Láthatjátok majd ott fenn a sarokban. Igen, ott. Igen, most az én fejem fölött. Eközben a vörösködök rendszerében egy szituációt ír le a kalandmester, hogy itt verekedve lesz, mert jön egy brú. Mi legyen? Felteszi a kérdést a játékosnak, és a játékos azt mondja, hogy hát akkor harcoljunk, megnézzük, hogy ki támad először, és tesz egy és akkor eldöntik, hogy mi történjen. Egyetlen dobás fogja eldönteni a vörösködök rendszerében, hogy ha a dobás rossz, akkor az ellenség támad, és valahogy annak is megvan a módszere, hogy hogyan határozza meg a sebzést. És ha jó dob, akkor pedig a karakter fejt ki káros hatást az ellenségre. És ha kijön egy ilyen rossz hatás, egyes dobás, akkor hogyha már nem is volt elég HP-ja, akkor a többit elmesélhetik, hogy mi történjen.
A különbség az, hogy a Vörösködök az egy elég hősies játék, tehát a legrosszabb dobás esetén is, és elfogy az összes életpontja a karaktereknek, akkor sem hal meg a karakter, hanem teszem azt, eszméletét veszti, a Brook elhurcolják, és a legközelebbi esemény, amikor felébred, az az, hogy egy nyásra van kötözve, és alatta ropog a tűz. Hát igen. Ez az optimálisabb eset, mert ebből még meg lehet szökni. Kellemetlenebb az, ha a nyásban vagy. Igen, de ilyet a Vörösködökben nem alkalmazunk, hanem kellemetlen helyzetekből kivágják magukat a hősök hősiesen. És főleg akkor, hogy itt csapatjáték van, ez csak egy ez a mesélő részéről egy narratív elem, hogy lehetőséget biztosítson a többi játékosnak, hogy ez most egy olyan jelenet, hogy ki kell szabadítani a társukat. De az, hogy hogyan szabadítják ki, az tényleg megint a játékosokra van bízva, narratív játékrendszerben, ahol a környezetet is leírhatják a játékosok. Ennek egyik legjobb példája, amit megtapasztaltam, az a Holló úrnő című szerepjátékban volt, ami tényleg arra épít, hogy olyan jelenetek lesznek, amiket a játékosok kitalálnak maguknak. Nem ez volt az a szerepjáték, amit említettél is, hogy egy RTT táborban találkoztál pont vele? Egész pontosan 2 évvel ezelőtt. Hát az RTT tábor egyik elődjénél, akkor még nem volt RTT, de akkor is már ott volt Majoros Gergő és szervezett. Igen, hozzá lehet kötni az RTT-hez. És az egy... Nagyon jó dolog volt. Igazából azt tetszett az egész táborból a legjobban, ami sajnos a legkevesebb figyelmet kapta. Azt gondolom, hogy ez pontosan jól jellemzi azt is talán, hogy annyira a narratív rendszerű szerepjátékok nincsenek is felkapva. Tehát ez azért nagyon jól mutatja azt, hogy olyan annyi ilyen rejtett gyöngyszem, annyi ilyen kis hihetetlen kincs rejtőzik amúgy, hogy ezt elmondani nem lehet, és de facto ezek alig kapnak teret, mert ugye ma sokkal inkább van térhódítása mondjuk az 5E-nek, több térhódítása van mondjuk egy akármilyen másik, mondjuk a Modipius kiadványoknak, az Aliennek, a Mutant Year Zero-nak, ezeknek sokkal nagyobb a rajongótábora, mint bármelyik narratív szerepjátéknak. Ez teljesen jól jelezte a táborbeli élményed, és igazándiból szerintem. Mert azért az említett Kések az éjben, azaz Blades in the Dark külföldön elég nívós szerepjátéknak számít, és egyébként itt lenne a Blades in the Darknak is a megoldása, tehát az is egy ilyen Powered by the Apocalypse játék, ami azt jelenti, hogy dob az ember kb. 2 hatoldalúval, és az alapján eldönti a dobást, és ja nem, a Kések az éjbenben több hatoldalúval is kell dobni. Itt az a lényeg, hogy előtte egy elég hosszas folyamat során játékmester és a játékos meghatározza, hogy milyen pozícióból, teszem azt elkeseredett vagy biztonságos pozícióból, és milyen hatással akar játszani, milyen hatást szeretne elérni, és milyen hatást van lehetősége elérni. És ezek alapján még a játékmester is felkínálhat mindenféle ördögi alkut, hogy most adok neked egy bónuszt, és akkor később neked rosszabb lesz. Ezekben így megállapodik a játékmester és a játékos, ez egy ilyen alkudozás a dobás előtt, és a végén jön egy mindent eldöntő dobás.
És már a játék, és már a dobás előtt lehet tudni, hogy a rossz dobás itt azt fogja jelenteni, hogy meghal, és utána közösen eldöntik, hogy hogyan hal meg a karakter. Vagy nem a karakter hal meg, hanem egy csatlósa, mert teszem azt, Jászmin játékosa dobott rosszul, és Josfára egy NJK követője, és ezért a rossz dobás miatt az NJK követőnek annyi, és ez itt ez a leírás, hogy ez itt végig pusztán a játékos és a játékmester párbeszéde alapján történt. Igen, tehát azért erre volt egy ilyen élményem nekem is a Swords It Out Masters-zel, amikor a csapdákkal teli termen keresztül állunk, és váltom az összes létező írhapakó hobbitot, hogy azok vigyék el a balhét helyettem. Mindegytől egyik meghaltak, de megtehettem, mert maga a rendszer lehetőséget adott rá, hogy én narráljam, hogy mit fogok tenni. És amit itt bemutattál arra igazániból, ez a játék és a Fallout Mythic is tökéletesen jó példa lehet. Ugyanis meg tudom mutatni, és valószínűleg nem fog látszani, mert hát a kamera minőség az kamera minőség, de amit itt látsz, még ha kicsit homályosan is, ez a Game Mechanics, Mechanics Summary, ez az egész rendszere a szerepjátéknak. Aha. Tehát, hogy ennyi, ez az egész. És itt is körülbelül úgy néz ki a harc, hogy szituációtól függően kezdeményez, aki kezdeményez, tehát ha a kardfogó tigris meglepett, akkor a kardfogó tigris, ha te cserkészted be a mamutot, akkor te. És annyi darab hatoldalú kockával dobsz, ahány traited van, ahány pozitív traited van. A traitek nem skillek, tehát nem képzettségek, nem jártasságok, amik azt írják le, hogy mennyire értesz a láncsához, mennyire jól tudsz lopakodni, hanem ilyenek, hogy bátor vagy, erős vagy, okos vagy, rafinált vagy, és ezeknek az ellenpárja, hogy gyenge vagy, lassú vagy, és így tovább. Minden pozitív traitért kapsz egy hatos kockát, minden negatívért elvesznek egyet a dobásodból, a megfelelő eszközért kapsz még egy plusz kockát, és azt külön színnel kell jelezned, az egy másik kockaszín, és amikor eldobtad a kockákat, ha a túlon egyes dobtál, akkor az eszköz valószínű, hogy eltört. Ettől függetlenül még lehet sikeres a támadásod, tehát keresztül szúrtad, csak beletörted. Még mondjuk hatos nőjön effektet hajtasz végre, ami egy ilyen isteni, brutális hősi cselekedet, hogy konkrétan keresztül tolod a torkán a kardfogó tigrisnek a láncsát, és kihúzod belőle hátul. Tehát, hogy ilyen szinten brutálisan kemény, és ez az egész egy ennyi, tényleg, ahogy láttátok, ennyiben van megírva. Ennyi a szabályrendszer, semmi több, és rendszerrel engedi a kezedet. Menj, csináld, játsz. De ez a játékrendszer, amit bemutattál, ez nem csak harci szituációkban alkalmazható, hanem minden más, szociális és egyéb helyzetben is. Abszolút, minden. Ugyanaz a játékmechanika, ugyanaz a dobásrendszer. Igen. Igen. Tehát, hogy semmi változás. Általában ezek a narratív játékok is általában úgy épülnek fel, hogy bármit is csinálsz, fogsz egy képzettséget, arra dobsz valahogy, valamennyi kockával, és nagyjából ugyanazt a játékmechanikát kell rájuk alkalmazni. Tök mindegy, hogy harci, vagy szociális, vagy egyéb fizikai tevékenységről van szó. Igen. Azt gondolom, hogy pontosan ezért szimpatikus valamilyen szinten narratív szerepjáték, és maga a narratív rendszerek ezért szimpatikusak, mert adnak egy teljes szabadságot. És ugye pont erről volt szó, és amit így az elején is emlegettünk, hogy ugye narratívista stílusban lehet mesélni bármivel, és a narratív rendszer az meg egy külön téma. Ugye erről volt is egy beszélgetésem egy Lénárd nevű úriemberrel, ha jól emlékszem, az Árnyék Szférának a csoportjában, ahol ő elmondta, hogy hát ő a D&D 5-et is narratívan meséli, tehát narratívista stílusban, és hogy az ő véleménye az, hogy narratív rendszer már pedig nincs. Én ugye megpróbáltam alátámasztani, hogy de pedig van, mert hát azért itt szárazon tényleg azt nézzük csak, hogy a két rendszer hogy épül fel a könyvben, és kész. Tehát nem kell, az, hogy te hogy alkalmazod ezek után, az egy nagyon más kérdés.
Tehát az ugye így, itt jön ki az is, és szerintem ezt kérdezte Mátyás is amúgy az RTT táborban, hogy mi a véleményünk, a különbség a narratív és narratívista játékstílusok között, és hát szerintem ez a különbség, hogy a narratív az kimondottan egy olyan rendszerrel megtámogatott szerepjáték, ami elengedte a kezedet, szabad cselekvéseket ad, és nagyon minimális kocka ráhatás van. Még mondjuk a narratívista stílus az az, amikor, ahogy te is elmondtad tök jól az elején, hogy fogsz egy szimulációs rendszert, kiismered, konkrétan kifaragod belőle azokat a részeket, amiket úgy érzel, hogy nem fontosak, és narratívista stílusban meséled a történetet, bevonva a játékosokat, de azt gondolom, hogy még ott se igazán tudod megteremteni azt az egyenlőséget, azt a játékos-mesélői egyenlőséget, amit említettél is, mint mondjuk egy kimondottan erre a célra kidolgozott rendszerben, mint mondjuk a vörös körökben. Hát van egy kis félreértés néha a fejekben, azt látom, hogy egyesek szerint a Kaland Horizont kiadó csak szabálykönnyű narratívista rendszereket ad ki, akkor tegyünk egy kis rendet a fejekben. A vörös ködök például egy szabálykönnyű narratív játék, de nem nagy piaci értéke van, egy kis füzetecskének. Akkor, tehát nem adhatok ki csak ilyen kis füzetecskéket, meg azért ennél vannak jobb dolgok is. Kések az ében szintén narratív, de már szabály nehéz. Az egész könyv egy nagy szabálykönyv, nagy része. Igen. Nem csak ez, hanem igen, és te akkor... még akkor a Band of Blades nálad van, igen? Igen, ezt akartam mutatni, hogy ezt még akkor nem is említette az ember, hogy hát ez meg 600 oldal majdnem. Tehát, hogy... Ami szintén egy narratív játék, de mindenre van szabály, hogyha éppen kimenőd van a táborból, mi történik, hogyan dobjál, stb. De általában igaz ezekre is, hogy egy mechanikára épül, csak nem mindegy milyen módosítókkal, és hogyan hat rá a többi játékos. Tehát rengetegféle rengeteg módosítója van itt is, de annyiban közös, hogy egy dobással eldöntöd a kimenetelét a cselekedetednek. De amíg eljutsz addig a dobásig, addig sok alkudozást és tárgyalást, megbeszélést és tisztázást igényel a játékos és a játékosok és a mesélő részéről is. Tehát volt egy szabály könnyű narratív, egy szabály nehéz narratív, kettő is, és akkor itt van mi? Itt van egy szabály könnyű, nem narratív játék, a patkányok a falban, így látszik is. Igen. Tehát a patkányok a falban egy szabály könnyű, de nem narratív játék. Tehát Tunnels and Trollsból vették talán a szabályrendszert. Itt is vannak szintlépések, a karakterek tulajdonságait a karakterek cselekvési lehetőségeit meghatározza az egy szóban leírt foglalkozásuk. Tehát ha én újságíró vagyok, akkor ebben a játékban újságíróskodni fogok. Tehát akkor feltételezzük, hogy mit tud egy újságíró, és akkor dobok az újságíróságomra. És nem külön a meggyőzésre, alkudozásra, írástudásra, stb., hanem így össze vannak vonva a dolgok. Ez most nem a teljes szabályrendszer volt, hanem így nagyjából. Tehát csak így érzékeltetésképpen, hogy azért ez egy 60 akárhány oldalas kis füzetecske, ami egy szabálykönnyű, nem narratív játék. És elérkeztünk a végső dologhoz, RuneQuest, 450 oldalas könyv, több mint 100 oldala a szabályrendszer. Szabály nehéz, nem narratív játék, akár még szimulációsnak is mondhatnánk, de a szimulációssal nekem kicsit az a gondom, hogy egyetlen szabály papíron leírt szabálykönyv sem létezik, még a Time Lords sem, ami
konkrétan a fizikai világot képes lenne szimulálni. Itt az van, hogy mennyire, hányféle tényezőt veszünk figyelembe, amíg eljutunk a dobásig. És amíg az ilyen RuneQuest-szerű úgynevezett szimulációs rendszerekben szinte csak a fizikai világ hatásait veszük figyelembe, addig a narratív játékoknál a cselekményt veszük figyelembe. Teszem azt, itt másik félreértés szokott lenni, hogy a Cthulhu nyomában játék az hogy narratív, vagy mégis milyen játéke. Hát amikor megjelent 2006-ban talán, akkor még nem voltak ilyen besorolások, hogy narratív, meg nem narratív. Hát szerettek volna egy olyan játékrendszert készíteni, amivel élvezetes játszani. És ebben is például van olyan tulajdonság, hogy menekülés. Az, hogy egy karakter milyen gyorsan üldözési jelenetekben milyen gyorsan képes eliszkolni az őt üldöző kultisták vagy szörnyek elől. És a szabályrendszerek többsége ilyenkor egyetlen tényezőt vesz figyelembe, a karakternek a fizikai képességét arra, hogy milyen gyorsan képes szedni a lábát. Erre egyébként szintén van egy másik tulajdonság, az atlétika. Tehát a Cthulhu nyomában játékrendszerben használhatod a menekülésre az atlétikát is, meg a menekülést is. A menekülés itt egy narratív elem, amivel a játéktervezők azt szerették volna illusztrálni, hogy van ez a karakter, aki képes gyorsan eliszkolni a szörnyek elől, mert neki ilyen narratív tulajdonsága van, ám mégsem izomerős és Ben Johnson hosszú távfutó, illetve rövid távfutó sprinter. Hát kicsit szerintem, hogy mondjam, hozza a Trail of Cthulhu kimondottan hozza a ponyvaregényeknek ezt a kimondottan átható filmszerű hatását, hogy a harc az tényleg harc benne, és aztán amikor eljön ez a pillanat, hogy futni kell, akkor a hős tényleg tud futni. Tehát, hogy nincs az egy helyben ragadtál, és jaj, a mozgás kockákkal hármat dobtam, a szörnynek meg eleve van négyes mozgása, tehát lépés előtt megevett. Tehát, hogy ez nincs benne. És ezt úgy gondolom, hogy ez kimondottan jóvá teszi, és ez szerintem a másik része ezeknek a szerepjátékoknak, hogy nem baj, ha vannak benne narratív elemek. És igazán itt kijött az, megint csak a Lénárddal történt beszélgetésemnél, hogy alapvetően te lehet rakni egy játékot narratív elemekkel, ha a rendszer úgy van megfaragva. És bizony alapvetően a legtöbb rendszer nem így van elkészítve, és nagyon örülök, hogy az évek alatt azt láttam, főleg az utóbbi években, hogy egyre több és több narratív stílusú, vagy narratív elemekkel teli pakolt szerepjáték jelenik meg, mert ezek igazán propagálják magát a szerepjátékot, mint tevékenységet. Mert mindenki azt mondja, hogy szerepjátékozunk, amikor leülünk, kipakoljuk az asztalra a figurákat, dobunk a Demogorgonnak, mit tudom én, az is egy szerepjáték, de azt gondolom, hogy az igazi szerepjáték az, amikor abban a 3,5, 4,5, 5 órában, whatever, ahány órában akarod, te belebújsz a szereplő bőrébe, és konkrétan elmondod, hogy te, mint a szereplő, mit tennél. És nagyon ritkán mondod azt, hogy most kilépek ebből a szerepből. Azt gondolom, hogy talán ennek az ultimate verziója, ez az abszolút verziója maga a LARP. Tehát, hogy az talán az az irány, ami ennek az egésznek már a tetőfoka, a szerepjátéknak és a narratívista szerepjátéknak is a tetőfoka. Na, tudom, hogy ott is rengeteg rendszer előkészület van, erre majd szerintem lehet, hogy még jövőben visszatérhetnénk olyannal, aki mondjuk tényleg szervez LARPot, hát ha ő alá tudja támasztani ezeket. Igen, nekünk. Ez kívül esik az én kompetenciámon is, de azt tudom, hogy az ők nem egészen narratívként definiálják magukat,
és sokféle szabályrendszer van ott is. Milyen narratív játékok vannak még erről egy, ami így könnyen elérhető mindenki számára, azt még talán érdemes lenne felsorolni. Én egyszer már említettem a Holló úrnőt, mi is az angol címe? Lady Blackbird. Lady Blackbird. Amit azért mondok magyarul, mert konkrétan az lfg.hu-ról, vagy talán egyéb helyekről is letölthető ingyenesen magyar nyelven. Tehát ott van még a Freeform Universal nevű rendszer is, ami szintén elérhető magyarul, és az is kb. Ugyanolyan generic, tehát fantasy, horror, sci-fi, minden játszható benne, mint például az általad is kedvelt Fate. Igen, tehát pont őt akartam felhozni példának, én itt is szorongottam a könyvet már bekészülve, hogy alapvetően szerintem talán, tehát így elmondtuk a narratív szerepjátékokat, beszéltünk róla, és valahogy majdnem a Fate maradt a legvégére, ami szerintem pont, hogy magának a műfajnak torony magasan a képviselője. Noha az alapkönyvet nem úgy hirdették, még a kiadó sem, hogy ez egy narratív szerepjáték lenne, ezt csak később vették azért, hogy mondjam, napirendre, de azt gondolom, hogy a Fate az kimondottan etalon példája annak, hogy mit jelent a narratív szerepjáték. Tehát tényleg fogsz négy darab dobókockát, van egy pár képzettséged, ami plusz-minusz pontokat ad bele, pluszot, eldobod a négy kockát, és a sikerekből nagyjából el tudod mondani, hogy nagyon-nagyon siker, kevésbé siker, éppen hogy siker, nem történik úgy különösebben semmi változás a helyzetben, vagy ugyanez negatívba, enyhe bal siker, vagy totálisan beletrafáltál a problémának a közepébe, és te ott ragadtál. Tehát azt gondolom, hogy pont a Fate és a Fate-nek a rendszere az, ami az egyik legjobban körülírja, mit jelent az, hogy narratív szerepjáték. Úgyhogy igen, a Fate az egy klasszikus, és azt gondolom, hogy érdemes lenne szerintem egyszer mindenkinek kipróbálnia, persze megfelelő ismerkedés után, mert szerintem nagyon sokat változtatna a szerepjátékhoz való hozzáállásán az embernek. Legalábbis az enyémben rengeteget változtatott, amikor megismertem. Én ugye előzőleg nagyon sokat meséltem Warhammer Fantasy-t, Warhammer 40.000-et, relatív tényleg szimulációs rendszerek, amiknél tényleg ez a és akkor KE dobunk 10-zel, hozzáadjuk az agilitás módosítót, dobunk D100-zal, aláment a ballistics kifog, fejbe lőttem, lement ennyi épéje, volt-e páncél, nem volt páncél, szükség lejön-e, és a legvégén meghalt, nem halt meg, akkor folytatódik a harc tovább, meghalt-e valaki, komoly sérülés, incapacitated, tehát hogy mozgásképtelenné vált-e bárki, nem, jó, akkor nem változik a KE sorrend. A Fate-nél az első harcot, amikor lemeséltem, utána így ültem fél percig, hogy hát ez nem tartott sokáig. És technikailag nem volt kockacsörgés megállás nélkül, meg másfél óra négyei függvénytáblázatban számolás, hogy akkor mi hova, meg mit vonunk le, meg mit adunk hozzá, hanem tényleg letisztulva egyértelműen. Szerintem ez is talán kulcs szava a narratív szerepjátékoknak, hogy egyszerű, letisztult rendszere van. Igen. Hát amikor nekiálltam én is vörösködőket mesélni, nagyon gyorsan pörögtek a dolgok, ilyen tömeges harc negyed óra alatt, három játékossal. megengedte számomra azt a szabadságot, hogy a játékalkalom folyamán nem szabálykönyveket bújjunk, ide lapozunk, oda lapozunk, hanem dobunk, eldöntjük az eredményét, hurrá, megvan az eredménye, játszunk tovább. Tehát nem zökken egyet hatalmasan, hogy megy a játékmenet, és bum, belütközik egy nagy falba, és itt megállunk, és most harcjelenet,
és most másfél óra a kockacsörgés tényleg, és addig, és ez alatt egy 2 perces harcot lemesélünk a másfél óra alatt, és utána megint így hirtelen nekilódul az egész. Igen, erre mondjuk nekem élő példa volt egy játék során, D&D 3.5-tel játszottunk, és az egész játék konkrétan 3 óra hosszás volt, amiből másfél órán át azt csináltuk konkrétan, hogy lejjettünk a folyópartra, és megtámadtak minket a gyenge vízelementálok. Mire véget ért a harc, már mindenhol is számokat láttam, arról nem beszélve, hogy folyamatosan, na várjál akkor ízét, te itt állsz ebben a pozícióban, dobok, várjál, lejtő van, mi a módosító, mit tudom én. Tehát ezt is lehet gyorsan mesélni, én ebben egészen biztos vagyok, csak ahhoz nagyon jó kell ismerni magát a rendszert, meg lehetőség szerint majdnem, hogy betéve, vagy teli könyvjelzőzve a könyvet erre a célra, hogy igen, tudom, hogy harcolni, és akkor a kék könyvjelzőknél nyitom ki, hogy igen, és akkor ez itt van, itt van, itt van. Ez azért mondjuk tényleg a paleomitik is úgy oldotta meg, hogy egyszer, kétszer elolvasod konkrétan az összefoglalását annak, hogy hogy néz ki a szerepjátékrendszer, és megtanultad pont. Tehát azt mondom, hogy egy papír felszínére leírhatták volna az egész rendszert, és a könyvzömét a világ leírás meg a körítés teszi ki. Én úgy vélem, hogy ez egy kimondottan nagy különbség a kettő között. És igazániból erre a különbségre, hogy ez hogy fog mondjuk az új mágusba kinézni, azért arra, amit kíváncsi leszek. Igen, hát az egy másik videó témája lesz. Na de az általad említett D&D az még csak nem is az még csak nem is szimulációs játék, mégis mennyi kockadobás van benne. Még az úgynevezett szimulációs rendszerű RuneQuest harc jelenetet, hát az se volt olyan nagyon gyors, de mondjuk az általad említettnél gyorsabb volt. Azt szépen le lehetett vezetni egy játékmesteri paraván birtokában, ami tartalmazta a szükséges táblázatokat. Na igen, mondjuk lehet, hogyha a Sászant lett volna annó 3.5-nél egy narrátor paravánja, akkor lehet, hogy egy kicsit gyorsabb lett volna, meg mondom, ha a rendszert egy kicsit jobban ismeri, de nekem tényleg a legelső és legfluidabb harci élményem az konkrétan vicces, mert a RuneQuest-be volt, mert ott tényleg úgy nézett ki a harc, hogy váltottunk volt egy pengeváltás, és a második körben a csávónak a karja már a föld. A RuneQuest, akár a Mongoose kiadós, akár a Chaosium-os verzió, mind a kettő kimondottan halálos rendszer, amit tényleg arra találtak ki, hogy ebben nincs kecmec, ebben meg vagy vágva, és nem egy könnyen fejlődik az életerőd olyan magasra, hogy már sebezhetetlen legyél. Még mondjuk azért tudok olyan rendszert mutatni, hogy pár szint után annyira erős a karakter már, hogy tényleg ágyúval kell lelőni, tehát hogy beküldesz ellen egy vele egy szintű ellenséget, és nem feltétlen tudja megölni őt. Ami persze nem cél egy szerepjátékban se, hogy megöld a karaktert, de a karakternek végigéreznie kell, azt gondolom, főleg mondjuk a Dark Fantasy-ben, ahol én mesélek, főként Dark Fantasy-t, horrort, meg horror science fiction-t mesélek, ezekben nagyon-nagyon ki kell jönni a halandóságnak, és vannak olyan rendszerek, amik erre nem teljesen képesek átdolgozás nélkül. Igen, hát egyértelműen úgyhogy a rendszer az önmagában tükrözi azt, hogy mire használd. Hősi játékra hősi rendszert kell használni, ahol nem tudnak meghalni a karakterek, lásd itt a vörösködöket, vagy ahol halandó karakterek vannak, ott pedig könnyen hullanak. Én még emlékszek egy olyan kérdésre, ami annak idején felvetődött, hogy kezdő karaktereknek mennyire ajánlott a narratív szerepjáték. Az egy nagyon jó kérdés volt. Igen, az tetszett nekem is, ezt bevallom. Az szerintem egy nagyon jól eltalált kérdés volt már. Szerintem Karesz kérdezte az RTT táborban, vagy Majoros Geri, de, nem tudom. Nem Majoros Geri, de térjünk vissza inkább a kérdésre. Én ezt már több kezdő szerepjátékosnak megmutattam, és kezdtünk konkrétan rettenettel, és
vörösködökkel, és nagyon jó volt, tehát mindenki élvezte, és utána volt egy kis zökkenés, amikor bejött a RuneQuest, és akkor azt mondtam, hogy itt van az a 450 oldalas könyv. Igen. De ezt is át lehet hidalni, mert például a kezdőkalandot játszottuk, és akkor mennyi 25 oldalban a 25 oldalban letölthető a Kaland Horizont honlapjáról is a RuneQuest ízelítő, és akkor a szabály zöme benne van 25 A4-es oldalban, és utána egy 20 oldalas kaland maximum. Ja, és ott a többi pedig a kezdő karakterek. Tehát vannak példakarakterek, akiket nem kell végig dobálgatni, hanem rendesen azokkal lehet kezdeni az egész játékot. Én mindenkinek ajánlom, tök jó karakterek, jó játékosi lehetőségeket biztosítanak. Mert hogy valaki szerint a RuneQuestnek az a hátránya, hogy 3 óra egy karakterkészítés. Oké, de mi van ebben a 3 órában? Mert ebben benne van a karakter teljes élettörténet, nem csak a karakternek, hanem az egész családjának, felmenőinek az élettörténetének elkészítése, és mire egy tök ismeretlen játékosnak, tehát a RuneQuestet nem ismerő játékosnak a 3 óra végére már tudja, hogy mit akar a karaktere, hogyan viszonyul a világhoz, és hozzá is hogyan viszonyul a világ. Tudja a helyét az egész dologban, és nem kell neki külön itt olvasgatni a mindenféle világleírásokat, mert ő tudja, hogy honnan származik, mit csinál, ki a környezete, és hogy ő mit akar a világban. Igen, mondjuk a Gloranta az egy elég erős hátteret ad ehhez. Én bevallom annól a Mongoose kiadós RuneQuest-tel játszottam, mondjuk az a gyönyörű, majdnem a neonfényű rúna van a borítóján, és ott az tényleg úgy nézett ki, megalkottuk a karaktert, és maga a karakternek a megalkotása nem tartott tovább 15-20 percnél talán, de még szerintem lehet, hogy sokat is mondtam, ott inkább a matekozással volt gond az elején, hogy és akkor kapsz 100 pontot, és akkor oszd le a 100% értékek között, az egy másik történet volt, viszont én általában az ilyen háttér dolgokat, ha lehet, megoldom azzal, hogy nincs senkim, egyedül vagyok a világban, és hagyjatok békén, tehát hogy így kezdi a karakterem, és akkor nincs probléma, mert nekem volt egy nagyon szadista mesélőm, aki előszeretettel gyilkolászta le a családomat a játékban, és így az mindig megfogadtam, hogy én nem kezdek családdal, mert nem adok a mesélőnek lehetőséget meggyilkolni őket. Úgyhogy de én azt gondolom, hogy a RuneQuest-et is, tehát a RuneQuest-nél is egy tapasztalt mesélő és egy már nem zöldfülű szerepjátékos meg tudja alkotni ezt a karaktert gyorsabban is, tehát nem tartasz 2-3 óra hosszán át. A legnagyobb időintervallumú karakteralkotásom a Koda rendszerben volt. Na ott tényleg 2,5 órán át csináltam a Dúnadán Vándor karakteremet, pontosabban a Dúnadán harcos karakteremet, mert konkrétan ott tényleg a legapróbb részletekre kitérnek be a karakteralkotásnál, úgyhogy én azt gondolom, meg az interlock rendszer volt a másik ilyen, amikor konkrétan még azt is meg kellett határozni, hogy 17 éves korában a karakterem kivel smárolt, tehát hogy amikor ez a részletesség van, akkor persze eltart egy darabig. Na de, Glorantát a Gloranta egy egész érdekes színfoltja a szerepjátékos palettának, mert nem csak ezzel az úgynevezett szimulációs RuneQuest rendszerrel lehet játszani, hanem megjelent hozzá a HeroQuest változata is, ami egy narratív szerepjáték. Tehát van egy világ, ahol játszhatsz szimulációs rendszerrel, játszhatsz narratív rendszerrel, és játszhatsz, van 13th Age, tehát 13. kor nevű szerepjáték, aminek szintén van egy Gloranta átirata. Ez a 13. kor egyébként ez egy ilyen D&D 3 és 4 változatokat egybegyúró és azoknak a legjobb elemeit összeszedő játékrendszer.
Önmagában nem rossz. Vagyis a D&D-hez képest határozott előrelépés. Úgyhogy nagyjából D&D-szerű játék. Tehát kasztok, szintek, stb. HP. Igen. Azt gondolom, hogyha mondjuk egy 5R-re írták volna meg, akkor talán még funkcionálisabb lenne D&D aspektusával. De akkor még nem volt 5-e. Igen, ezt abszolút, abszolút tudom. Tehát én a 3.0-val kezdtem D&D-zni, meg találkoztam 2.0-as, meg a 2.5-ös AD&D-vel is. Szerintem annak is megvan a maga sármia. Tehát én mindig úgy voltam vele, hogy nincs olyan, hogy rossz szerepjáték. Na jó, van. Tehát ugye ezt pont az RTT táborban mutatták meg a Tokyo Black-kel mellal. De azt gondolom, hogy mindegyik szerepjátéknak megvan a maga sármia, ami miatt érdemes akár csak egyszer is kipróbálni. Úgyhogy alapvetően nincs olyan, hogy rossz választás, csak olyan van, hogy kinek mi a preferenciája. Összességében ugye említettük a mágus narratív szerepjátékot is, amire úgy döntöttünk, hogy noha megvolt ugye az RTT-s panelról, megvolt az eredetileg 1 órára tervezett, majd 2 órára növekvő és 2,5 órában megvalósult változata, de kicsit elment a beszélgetés a nosztalgia vonat irányába, ami miatt nem adódott meg az a lehetőségünk, hogy igazán magát a rendszert kielemezzük. Úgyhogy ebből az alkalomból a következő videónkhoz meghívtuk Raunt, polgári nevén Erdély Istvánt, aki a Mágus MKK könyvnek az egyik írója, illetve az egyik alfa tesztert, őt François Villonnak hívják Facebookon, Attila a polgári neve, ha jól tudom, és ők csatlakozni fognak hozzánk, és ott elemeire bontjuk egy kicsit, és el is indulunk szerintem abba az irányba, amit te terveztél, Laci, videósorozatnak, hogy akkor elkezdjük. És akkor szerintem az MKK lesz talán az első ilyen, ahol belenézünk abba, hogy mi is az a harcrendszer. Hogy is működik ez? A narratív harcrendszer. Igen, az MKK narratív harcrendszere, pontosan. Akkor majd megnézzük a következő videóban. Sziasztok! Igen, úgyhogy várunk benneteket vissza. Sziasztok! Ha tetszett, iratkozzatok fel, csatlakozzatok a Nitros Discord szerverre, ha patitokkal szerepjátszani szeretnétek, vagy beszélgetnétek a többiekkel. Legyetek ti is remeték. Sziasztok!